Az átlagos méretű darabokat 56, a legkisebbeket pedig 39 forintért árulták ma a pécsi vásártéren. A piacokon, a kisboltokban és a hipermarketekben is hetek óta cserélgetik az árcédulákat, egyre drágában adják a tojásokat. A vége? Hát nem tudom. 70 körül? Ilyenkor mindig fölmegy. De azért egy kicsit sok. Nagyon sok. Az elmúlt hetekben szökött egekbe a tojására így. Most több mint 74%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor, az Állami Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentése szerint. Pedig az áfája 27-ről 5%-ra csökkent évelején, vagyis akár olcsóbb is lehetne, mint egy éve. Nyáron derült ki, hogy ellepték Európát a Hollandiából származó vegyszerrel szennyezett tojások. A Magyar Élelmiszerbiztonsági Hatóság augusztustól vizsgálódott, és több külföldi szállítmányban a tiltott rovarirtó nyomára bukkantak, mindegyiket megsemmisítették. Hollandiában és Németországban egész tojótelepeket zárattak be. Nem sokkal azután, hogy a madárinfluenza járvány ritkította az állományt. Ezek együttes hatása gyűrűzött be Magyarországra. A tojásárak azok nagyon-nagyon megemelkedtek, és én azt gondolom, hogy igen, fognak még felmenni az ünnepekig egész biztosan. Ugyanis még várat magára az utánpótlás. Egy napos csibet több mint 4 hónap alatt válhat tojótyúkká, vagyis még nincs elég belőlük, ezért pedig még hetekig emelkedhet a tojására, és a korábban vártnál is magasabb lehet idén karácsonyra a pénzcentrum szerint. Némi drágulásra még lehet számítani. Mi azt jósoljuk, hogy az ilyen 50-60 forintos jelenlegi ár ilyen 60-70 forintig fog felkúszni. A tojás amúgy a 10 legkedveltebb és legtöbbet vásárolt élelmiszer egyike Magyarországon a GFK piackutató szerint.